Valahol Európában ugye mindenki ismeri a filmet, aztán abból készült ez a musical, ami nagyon nagy sikerrel megy évtizedek óta különböző színpadokon. 1947-ben jelent meg ez a bizonyos Valahol Európában film, ami sokak szerint most is az első 5 legjobb magyar filmben benne van. Akkori pályakezdő filmrendezők, filmkészítők hozták ezt az egészet létre egy valós történet alapján. Teljesen megvan még az emléke, hogy a nővéremmel ültünk a szobában, és hallgattuk a Valahol Európában CD-t, és énekeltük Terry Torokból az Éva dalait. És most itt lenni, és az Éva szerepét próbálni, ez egy ajándék. És hát tényleg olyan dalok vannak benne, amit mindenki kívülről ismer, 10 évestől 90 évesig. Ha hazamegyek, akkor ugyanezeket a dalokat hallom a saját gyerekeimtől. Szóval, most már ideje megtanulni. Most már ideje lenne nekem is megtanulni. Érdekes mondanom, valahol Európában első körben arra azt mondják, hogy ez egy gyerekdarab. De nem. Gyerekek. Ez a gyereked darabja. Gyerekek. Mert hogy a szülő nélkül kóborló, bolyongó, rablásból élő gyerekek életét mutatja meg a II. Világháború végén. Egy lelkész összegyűjtötte maga köré azokat a fiatalokat, akik árván maradtak a háború idején, és ő létrehozott egy úgynevezett örömvárost, ami Budán egy pár villából állt, és oda gyűjtötte maga köré az árvákat. Akik szerintem keresik újra önmagukat a világban, ebben a feldúlt állapotban lévő világban. És ők hogyan válnak újra közösséggé, hogyan válnak csoporttá, családdá. És ahogy így csapatba szerveződtek, megint visszajönnek azok az emlékek számukra, hogy milyen egy családhoz, egy közösséghez tartozni. Egyre több reményt is adnak egymásnak, hogy így tudják folytatni az életet majd a későbbiekben. Meg hát mi az, hogy akkor? Mi történhetett akkor? Hiszen ma is ez történik. Tehát most szerintem egy sokkal nagyobb jelentősége van ennek a dolognak, mint talán bármikor máskor. Akár figyelemfelhívó gondolatként is megállja a helyét. És hát most egyre szomorúbbak lettünk. Nem, maga a munka az nagyon jó kedvű. Nagyon hangulatos, de a történet, igen, mert emelkedem. Igen, de a történet azért egy végtelenül komor történet, és sokszor a próbákon, amikor nem vagyok benne a színpadon, állok a takarásba, és már most azt érzem, hogy baj lesz ebből, mert nekem néha potyogni fognak a könnyeim. A gyerek szereplőket, a fiatal szereplőket, a Széchenyi Diák Színjátszó csoport játsza. Ez az Andi Színjátszósai Társulat, ez tulajdonképpen 2008 óta így működik, hogy felnőttek és fiatalok együtt és közösen. Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, mert mindig azt érzem, hogy egy kicsit hozzájuk fiatalodok. Az nekem jó. Nagyon sokféle darabban játszottunk, és mindig nagyon nagy élmény ezekkel a gyerekekkel játszani, mert valami mást adnak, amit mi felnőttek nem biztos, hogy tudunk. Ők profik, meg hát ők tudják ezt, mi végül is csak bekapcsolódunk az ő munkájukba, tehát ez az ő előadások, ők a főszereplői ennek. Én pont tegnap hajnali 2-kor gondoltam arra, hogy mennyire fura, hogy nem fura. Tehát, hogy így amúgy mennyire jó ez a kis társaság, hogy ilyen szinten befogadulok, és ilyen szinten én teljesen otthon tudtam közöttük érezni magam az első pillanattól kezdve. Hogy megvolt mind a két oldalról a 3 lépés távolság, de azonnal nyitottak egymás felé, és azt kell, hogy mondjam, hogy a közös szikra és az egymásra hangolódás az elejétől fogva megvolt mindenkivel. Én eddig kicsit féltem, hogy mi lesz most, meg hogy fogunk együttműködni velük, de úgy meg egyre jobban ismerem őket, meg egyre jobban jövök ki velük. Mint velük? Észrevető volt, hogy az első próbán még az egy kicsit úgy
nem annyira lazán vettük az egészet, hogy... De szerintem társaság... csak mi görcsöltünk rá. Igen, a mi részünkről kicsit a társaság kicsit rágörcsölt, de a mai próbázáló teljesen más hangulatú volt. Gondolom némelyikünk átélte ezt a helyzetet, tehát hogy én legalábbis ugyanígy kezdtem, mint amatőr színjátszó, bár lehet, hogy mostanság is úgy játszom. De az a lelkesedés, itt a lelkesedésre gondoltam az odaadásra. Egy ilyen közösség nagyon jó csapatépítő tud lenni. Úgy tekintek a profi színészekre is, mint hogyha akár barátaim lennének. Nem nagy különbséget érzek a mondjuk Rajmondhoz képest. Most néha mondjuk nem tudom eldönteni, hogy tegezzem vagy magázzam őket, de tudok velük barátkozni. Jól működik mind a két oldalról, hogy húzzuk egymást felfelé, és nagyon jó hatással vagyunk egymásra, én azt gondolom. Megtaláltuk a közös hangot. Igen, igen. Azt mondtam meg! Jó lett! Szerintem azért érdemes megnézni ezt a darabot, mert nagyon nagy mélységeket és magasságokat lehet benne megélni nézőként. Elgondolkodik a néző, szórakozik a néző, sír a néző, nagyon jó minőségi, fantasztikus zenéket hall a néző, nagyon-nagyon jó prózai jeleneteket lát a néző. Annyira impulzív az egész, hogyha lentül a néző, szóval nincs egy olyan üres járat, hogy ő most elásítsa magát, vagy bármi. Hát aközben, hogy szórakoztat zenével, humorral, amellett legfőképpen azt hiszem, hogy reményt. Reményt próbál adni, tehát azt próbálja megmutatni, hogy a legeslegrosszabb helyzetben is föltalálhatja magát az ember, és találhat boldogságot. Szerintem nincs olyan korszak, amikor ez ne lenne aktuális, ez a darab. Bárhol vannak ilyen helyzetű gyerekek, mai nap is, akik árván, elhagyatottan, akár van családja, akár nincs, de maga az érzés, hogy magányosan és kirekesztetten. Tehát, hogy ennek mindig van létjogosultsága. Talán abban a két órában, mint beül a színházba, akkor kikapcsolja a mindennapok gondjait. Remélhetőleg, hogy utána is, és erről fog beszélgetni, és ez fog a fejébe járni, mert a nevetéstől a sírásig szerintem mindenen át fognak menni közben. És valahol én azt gondolom, hogy ez a valahol Európában a kulcsa, a kapcsolatok alakulása, az egyszer fönt, az egyszer lent, a viszonyok, az élethelyzetek megoldása, az mindenki, azaz valahogyan mindenkihez szól. Ez biztos, hogy mindenki megtalálja azt ebben a darabban, amiért azt mondja majd utána, hogy na jó volt, de bejönni, megnézni. Egy tök jó végszó volt egyébként.